Petőfi Sándor szülőföldem. Itt születtem én, ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha dajkám dalával von tele. Most is hallom e dalt, elhangzott bár. Cserebogál, sárga cserebogál. Úgy mentem el innen, mint kisgyermek, és mint meglett ember, úgy jöttem meg. Hely, azóta 20 esztendő telt el, megrakodva búval és örömmel. 20 esztendő, az idő hogy lejár, cserebogár, sárga cserebogár. Hol vagytok, régi játszótársak? Közületem csak egyet is lássak. Foglaljatok helyet itt mellette. Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem. Hogy vállamon 25 év van már. Cserebogár. Sárga cserebogár. Mint nyugtalan madár az ágakon, helyről helyre röpköd gondolatom. Szedegeti a sok szép emléket, mint a méh, a virágból a mézet. Minden régi kedves helyet bejár. Cserebogár, sárga cserebogár. Gyermek vagyok, gyermek lettem újra. Lovagolok, fűszva sípot fújva. Lovagolok, szilajn átparipán. Vájhoz még, lovam inni kíván. Megitattam, gyíj lovam, gyíj betyár. Cserebogár, sárga cserebogár. Megkondul az esteli harangszó. Kifáradt már a lovas és a ló. Hazamegyek, ölébe vesz dajkám, az altató lóta hangszik ajkán. Hallgatom, s félállottan vagyok már. Cserebogár, sárga cserebogár. Petőfi Sándor szülőföldemen című versét Surányi Lajos, a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG két tanítási nyelvű technikum és kollégium érettségiző diákja tolmácsolásában hallották. Most pedig felkérem Balla László alpolgármester urat, a körzet képviselőjét, köszöntse az jelenlévőket. Kedves jelenlévők, tisztelt hölgyeim és uraim, diákok, kisebbek, nagyobbak,
Kiskunfélegyház a város és a magam nevében nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Mondom mindezt azért, mert amikor megtudtam, hogy ma ide jövök és egy pár gondolatot elmondok önöknek, kérdeztem, hogy vajon hányan leszünk? 10, 20, 50-en? És senki nem tudott választ adni, és óriási meglepetés számomra, hogy ennyire összejöttünk erre a rendezvényre, ami nyilvánvaló, hogy egy érték, egy mérföldkő olyan szempontból, hogy ennyi tisztelője van Petőfi emlékének. Amikor 2020-ban, ha jól emlékszem, 2020-ban az országgyűlés döntött arról, hogy 2022-23-at Petőfi emlékévé nyilvánítja, elkezdődött a szervezés. Nyilvánvaló, minden település, akit érintett Petőfi munkássága bármilyen formában is, különböző kulturális programokat szerveztek, és alig várták a startot, hogy eldördüljön a pisztoly, hogy akkor elő lehet adni azokat a programokat, rendezvényeket megtarthassák, amit kitaláltak annak tiszteletére, hogy ennek az óriás, ugyanakkor kistermetű, de tehát nem méreteiben óriás, hanem a lelkében és a munkásságában egy óriási géniusznak szeretnének tisztelegni. Kiskunfélegyháza is felhúzta a kesztyűt, ahogy szokták mondani, és részletekbe menően több alkalommal jött össze az a csapat, aki a programokat összeállította. Ezt, amit a kezemben tartok, nem fogom felolvasni, mert ez egyébként a forgatókönyv. Én, amit itt összeírtam, csak azok a programok, amiről én tudok, hogy itt az elmúlt fél évben és a hátralevő időben mit fognak, milyen rendezvényt fognak Félegyházán megrendezni. Óriási. Tehát ha ezt a sok-sok programot szétosztanánk 4-5 évre, akkor is elég lenne, és akkor is én úgy gondolom, hogy méltó nem emlékeznék meg Petőfi munkásságáról. Én azt hiszem, hogy amikor elkezdődött a János Vitézzel ennek a egy évnek a forgatókönyve, akkor az a rendezvény, amit a sportcsarnokban a Táncszínház összehozott, jó volt félegyházinak lenni, hiszen megtelt a küzdőtér, a lelátó, és az a körülbelül 50 fős szereplő gárda szívét, lelkét beleadta, mindent, amit csak tudott, ami képességeiből adódott. Nagyon jó volt, még egyszer mondom, ott volt Mák Kornél úr, és vele is jó néhányan értékeltük rögtön az előadás végén azt, hogy kiskunfélegyházi fiatalok ilyet is tudnak, ilyet is tudnak. Tehát röviden nagyon jó belépő volt erre a rendezvény sorozatra. A folytatás szintén. Én visszaemlékszem, amikor a Petőfi szobor idekerülésének 100. évfordulóját ünnepeltük. Akkor is nagyon jó volt félegyházinak lenni, hiszen a tér megtelt, nem is tudom hány százan, sok százan voltunk, és ott is a rendezvény végén Demeter Szilárd, stb., aki számított ebben a programban, olyan értelemben számított, hogy nagyon jó előadást tartott, és nagyon-nagyon figyeltem az arcokat, hogy mindenki érdeklődéssel figyeli. Az is nagyon kiemelkedő program volt. De most hadd ne soroljam az összes többit, mert tudom, hogy mindegyik program telt házzal ment, akár a buszos kirándulások, a Városháza 10 termében az a konferencia, amit a 10 település megrendezett, de az általános iskolás diákok videófilmjeinek a levetítése, ott is igen nagy örömet szereztek a hallgatóságnak, és most jött egy olyan rendezvény, ami az információim szerint nem volt ebben a programban. Egy emléktáblaavatás, ami, hogy is fogalmazzak, van a városban egy Tóth család. Most hagyj nevezzem, hogy Gyulának, vagy Emikének, de azért most már csak kimondtam a neveket. Összedugták a fejüket, és én úgy hallottam, hogy az ő ötletük volt ennek az emléktáblának a felavatása, illetve létrejötte. Hát mit mondjak, egy ilyen
döntés, hogy megszületett az, hogy ezt itt a mai napon felállítjuk, őneki köszönhetjük elsősorban. Nyilvánvaló, majd Emik elmondja, gondolom, hogy kinek van még nagyon jelentős szerepe abban, hogy ez az emléktábla ide kerül a mai napon és felavatásra kerül, de mindenféleképpen köszönet. Maga az ötlet, az elhatározás és a kivitelezés. Ez egy folyamat volt, végigvitték, megcsinálták, ma felavatjuk, és ez itt fog örökké valóságig maradni. Ennek az épületnek reméljük a falán, ha az épület is itt marad, de bízunk benne, hogy itt marad. Még egy nagyon fontos gondolatot mindenféleképpen el szeretnék mondani. Látom itt bal oldalamon a fiatalok. Ez is nagyon nagy öröm számomra, hogy itt van az utánpótlás. De ha a jobb oldalra tekintek, a középiskolások, akik bízunk abban, hogy mi felnőttek, akik most itt 50 pluszosként vagy akár hány évesen itt vagyunk, van aki 60 pluszosok, akkor fogalmazhatok így, mi általános iskolás korunktól tudjuk, hogy Petőfi mit jelentett az életünkben. Ezt a szellemet szeretnénk beleplantálni ezekben a fiatalokban, hiszen egyszer mi valamennyien elmúlunk, és ezt, hogy vigyék tovább, hogy Kiskunfélegyháza Petőfi, most abban nem bonyolódok bele, hogy hol született, mert ez nem ennek a rendezvénynek a témája, természetesen itt született. Jól mondom? Igen, itt született. De az, hogy itt élt, itt alkotott, az teljesen biztos. Ez megint csak nincs mit vitatkozni. És az, hogy most elhozták a dózsás óvodások egy részét, és hallják ezeket, majd a nálam okosabbakat mondó Emike mondókájából, biztos, hogy meg fog ragadni bennük Petőfivel kapcsolatban egy-két dolog, és már ha egy-két dolog megmarad, amikor majd iskolába járnak, onnan kezdődően majd bővítik a tudásukat. A középiskolások már túl vannak az általános iskolás szakaszon, ott már gondolom, hogy Petőfiről tudnak jó néhány információt, ismernek, de biztos vagyok abban, hogy ők is esetleg hallanak újat, és ők is tovább fogják a Petőfi kultuszt vinni. Végezetül pedig annyit szeretnék mondani, hogy amivel kezdtem, hogy nem gondoltam, hogy ilyen sokan leszünk, és ezt őszintén mondom, hogy óriási tisztelet azoknak, akik egy ilyen ebéd előtti időszakban vették a fáradtságot, eljöttek. Megtisztelték elsősorban azokat, akik ezt a mai napot létrehozták, mert nem kis szervező munkál egy ilyen emléktábla felavatásával. Én személy szerint a város vezetése nevében köszönöm a munkáját nem csak a Tóth családnak, hanem bárkinek, aki bármilyen formában segített. És azt kívánom, hogy a fiataloknak elsősorban, hogyha még nem is tudnak sok mindent Petőfiről, azért az évek alatt gyűjtsenek annyi információt össze, annyi minden maradjon meg Petőfiről, hogy itt született, és ezt még egyszer megismétlem, itt élt, és sokat tett azért, hogy Kiskunfélegyháza és Petőfi neve összeforjon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és átadom a szót a főszervezőnek. Köszönöm. Tisztelt alpolgármester úr, díszpolgárok, előjáróságok, félegyháziak, Petőfit tisztelők, kedves fiatalok, kedves kis óvodások, kedves mindenki. Emlékezésre, emléktábla állítására hívtunk ma meghívónkkal. Nekünk, félegyháziaknak igazán jeles nap ez a mai. 175 évvel ezelőtt írta a Nemzet Géniusza Petőfi Sándor a Szülőföldemen című verset. A vers aláírása Félegyháza 1848. június 6-8. Így a mai emlékezés is a múlttal kapcsol össze minket. Városunkban számtalan Petőfihez kötődő emlék található. A hattyúház, szobrok, az emlékház, freskó a volt iskolámban, domborművek, kút, emléktáblák is sorolhatnám. A kis Petőfi itt élte gyermekéveit. Itt nyíladozott értelme. Félegyházához, az ótemplomhoz, a templomtérhez, ehhez a helyhez is kötődtek emlékei,
ahol most állunk. Ezen a helyen állt egykor a fazekas féleház. E ház falai között készült a gyermek Petőfi Sándornak és a vele egykorú játszótárs Fazekas Alajosnak a fűzhasíp és a nátparipa. Fazekas Alajos az 1867-ben állított emléktábla avató beszédében így vallott. Játszótársa voltam. Mindkettőnket az 1823-as év hozta létre. Itt a térség az, hol együtt nyargaláztunk Szilaj nátparipán, fűzhasípot fújva. A Magyar Kultúráért Határok Nélkül 2001 alapítvány Petőfinek, versei fordítóinak, a Petőfi kutatóknak már számos emléket állított városunkban és az erdélyi Fehéregyházán is. Most Tóth Gyula nyugalmazott műszaki tanár ötletét valósítjuk meg azzal, hogy emléktáblát helyezünk el az egykori Fazekas Féleház helyén lévő üzletház falán, emléket állítva a gyermek Petőfi Sándornak és a játszótárs Fazekas Alajosnak. Mai ismereteink szerint a tábla felirata hiteles. Az emléktábla leleplezésére felkérem Balla László alpolgármester urat. Most pedig felkérem Geszler Péter atyát, a Sarlós Boldogasszony templom plébánosát, hogy áldja meg az emléktáblát. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A királyok első könyvében ezt olvassuk. Szádok pap magával vitte a sátorból az olajos szalut és fölkente Salamont. Erre megfújták a kürtöt, és az egész nép zengte, éljen Salamon király. Aztán a nyomában haladva az egész nép felvonult, az emberek furuljáztak, és annyira ujjongtak, hogy csak nem megrepett a föld kiáltozásuktól. A zsidó nép két esetben fújta meg a furuját és a sípot, örömében és bánatában, és ahogy hallottuk a versben is, rám szakadva a bú és az öröm, fújtam a sípot, és lovagoltam. És ahogyan Petőfi ezt megfogalmazza, abban is benne van akár a bánat, akár az öröm. Jézus is beszél erről Máté evangéliumában, amikor a nép közömbösségéről szól. Furuljáztunk nektek, de nem táncoltatok, siratót énekeltünk, de nem gyászoltatok. Legyen ez a mai emléktábla avatás, az öröm pillanata, annak a gyermeki örömnek és felhőtlen, játékos, felszabadult vígságnak emlékezete, mely oly sokszor kezd kifogyni mindennapjainkból. De ne felejtsünk el felfedezni Isten apró ajándékait, örömeit abban a világban, melyet nekünk készített a mindenható. Könyörögjünk! Istenünk, te szent fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Áld meg ezt az emléktáblát, hogy mindazok, akik Petőfi Sándor, városunk költőjének emlékét és örökségét ápolják, az értékek és a kincsek őrzésével rátaláljanak a te örömödre, és gyermeki bizalommal, erős hittel tegyenek tanúságot a mennyország öröméről és szeretetéről. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
Petőfi Sándor Szülőföldemen című versének Balázs Árpád által megzenésített kantátáját Dr. Tóth Ákos előadásában hallották tárogatón. Kedves emlékezők! Dr. Kőfalviné, Dr. Ónodi Márta főlevéltáros, Dr. Alács Miklós önkormányzati osztályvezető és munkatársai, Dr. Lukman Zsuzsanna irodalomtörténész, a Palásti és társa BT, Rátkai Zsuzsa képzőművész, a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG két tanítási nyelvű technikum és kollégium közössége, Csányi László, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Bodor Marian, a Béketéri Üzletház tulajdonosa, Dulics Kálmán, a Turinform Iroda, a média, Süveges Sándor és Almási Éva segítségét az alapítvány ezúton is köszöni. Kedves kisobodások! Az ünnepség alatt Tar Péter fafaragó népi iparművész fűzfasítókat faragott. Már láttam, hogy ismerkedtetek a fafaragás, vagy a fűzfasít faragásának műveleteivel. Fogadjátok majd szeretettel, és próbáljátok ki, fújjátok meg majd úgy, mint egykoron a kis Petőfi és játszótársai tették. Kedves mindannyian, fogadják szeretettel majd a PG-s diákoktól Rátkai Zsuzsa által készített képeslapot és a Turinform Iroda által adományozott Szülőföldemen című leporellót, és majd ha a fűzfasíkokat megfújták a kis óvodások, meg az érdeklődők, akkor utána alapítványunk nevébe külön megköszönöm, hogy megtisztelték rendezvényünket. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltak. Gyertek közelebb, gyerekek! Ez a kérek húzódik rá a
szívdugóra. Akkor fog újra szólni, hogyha egy pohár vízbe belemártod, vagy a kerti csapot megnyitod, és enged számít. Köszönöm szépen!